Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon, a mai videóban pedig újabb méldé, egy izgalmas méldé. Nagyon-nagyon haladok a visszaküldéssel. Kocsiba, képzeljétek el, a költözés során a kocsiba találtam válaszborítékokat, valamennyi stócnit. Basszus, még jó, hogy írtatok, kommunikáltam veletek az egyik nézővel, és ott jöttem rá, hogy a költözős kocsit át kéne nézni, és ott volt. Meg persze jó pár kártya is, de a válaszboríték fontosabb, úgyhogy mindenféleképpen menni fognak vissza. Nagyon ráálltam a válaszborítékokkal, a sportkárc is besegít egyébként, amikor ilyen címezni kell, vagy valami ilyen van, vagy puhat okozni a kártyákat, akkor mindig ő is besegít, úgyhogy nagyon jó fej. Nézzük akkor, hogy mi a szituáció, mert itt csomó mindenféle jött. IBS licit, képzeljétek, IBS liciten is nyertem cuccot, úgyhogy lessük meg akkor ezeket a dolgokat, kezdjük el nézni a küldeményeket, hogy egészen pontosan mégis mik jöttek. Mert hogy itt vannak nagy pakkok, FIFA World Cup kártya, úgyhogy tényleg a türelmeteket kérjük, ugye vászborítékokkal, de haladnak vissza a cuccok. Lessük meg akkor, hogy miket küldtetek, hiszen vannak itt meglepi pak. És ez pedig ott a Dominator kódró. Szia Futballkárcon, Ábe vagyok, 10 éves, küldtem pár kártyát, remélem mindegyik tetszik biztosan. Azt mondja, hogy hiánylista a másik oldalon, remélem minél többet tudsz visszaküldeni. Én is remélem neked, ugye amennyi belefér a borítékba. Turbo Atax, Jurassic, World Cup Qatar, igyekszem. Jó, azt meg ugye aláírni azt a kudról. Teljesen rendben van, úgyhogy ezeket ide is rakom oldalra. Van itt egy egyes, ez Minecraft kártya. Milyen szépen becsomagolta, nagyon kultúráltan néz ki. Teg így van kedve az embernek úgymond kibontani, mint amúgy nem lenne, de ez nagyon-nagyon szép csomagolás. Látszik, hogy dolgoztál vele. Szép Minecraftos kártyák. Ebből is van jó pár hiányzom sajnos. Nem is tudom, hogy csináltam albumezás, nem? Mert ha nem, akkor kéne viszont. Azt mondja, hogy forma egy kártya. Nézzük meg. Ó, micsoda tűzforma egy kártyák. A szép, csillogósok, nem csillogósok, mindenféle a pakban, és egészen jó állapotúak. Főleg azért mondom ezt, mert ezek a forma egy kártyák van, hogy már csomagban megsérülnek, tehát csomó csomagot bontottam ilyet, pont ilyet ki, ami már eleve sérült volt sajnos. Ezek nagyon szép állapotúak, tök jó fej vagy. Nézzük a következőt. Ezek katarlapok. Na. Azt a mindenit. A végén egymás után a csillogósok, és egy Modric legenda kártya. Katartisztikus. Nagyon szép állapotban vannak ezek a lapok, úgyhogy tényleg tök jó látni, hogy ennyire vigyázol a kártyákra. Köszi szépen. Jöjjön a következő. Azaz. Bontódjon. Na. Hogy. Ez pedig Jurassic. Abból is rengeteg hiányzó van. Azaz, nagyon szép kártyák. És a végén még pár nagyon-nagyon menő csillogós. Köszönöm szépen neked. Külön rakom őket már, akkor átnézem majd mindegyik szériát. Ez meg valamilyen kérdőjeles, speciális pak, tényleg mindegyik tetszik. Azt tetszik a legjobb, hogy ennyire vigyázz a lapokra. Ez a mai világban már nem annyira egyértelmű, úgyhogy mindenféleképpen fogok majd valami védős videót csinálni. Nagyon nagy tervem, hogy egy jó védős videót csinálják, hiszen ezek a lapok, Giant Haaland meg ilyesmi, megérdemlik a védelmet. Kéne valamilyen album update-et is csinálni. Sportcast is csinált. Hát nem feltétlenül akartam leutánozni, meg ilyesmi. De beszéltük, hogy basszus, nekem is kéne amúgy, mert nagyon-nagyon durván hol áll most már az album. Minden oldalon van hiányzó, még nincs full csapat. De meg szeretném nektek mutatni, hogy ilyen hamar egész jól lehet. Jó lesz 100%. Na, lessük meg akkor, hogy mi van ebbe a pakba. Bevédőzött kártyák. Ez már önmagában eléggé félelmetes. Bonts ki. Meg fogom tenni. Prémiumok. Limitedek. Invincible. Júj, bizony. Az új Invincible. Elképesztő jó. Köszönöm szépen neked. Limitedek, Ángel Di Maria Topmaster, Pulisic Topmaster. Nagyon komoly vagy. Őrület durva. Nagyon szép állapotú lapok. Makarenko, na nézzük, bontsuk ki. Mi van benne? Egy jó kis vidis. Jó kis vidis trió. Nagyon szép, köszi.
Majd utána pedig Jurassic. Ez a Jurassic Edition-ös, nagyon-nagyon ritka kártya. Ez Jurassic-os Topmaster, ez a Dino egy Topmaster igazából, csak beöltözött ugye, de természetesen, hogy jön is ide. Ez pedig prémium kártya Andy Robertson, aki a FIFA karrieremben a gaming kártyán eligazolt a PSG-be, de azért a valóságban nem tesz ilyet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, további Jurassic-os kártya. Stand, az első csomagból egyből Stand, mert hogy ez egy mozaik Premier League. Úgyhogy egyértelmű, nem is kérdés. Nagyon szépen köszönöm neked, ez durva csomag volt. Nézzük a következőt, nagyon komoly vagy. Elindítottad a méldét az útjára. És lassan már kerekszámhoz érkezünk így a méldé kapcsán. Itt egy pak, ott egy pak. Ott egy levél. Ott egy ajánlott szelvény. Úgyne. Na, ezt jól kipakoltuk. Nézzük már akkor, ajánlott szelvény az teljesen rendben van, az érthető, hogy mihez kell. A levél érdekel igazából engem. Nagy papíron, kis írás. Szia futballkárcún, Molnár Oliver vagyok, 12 és először küldök kártyát, elég durva az adag is. 5 éve nézlek, nagyon szeretem a munkásságodat. Csébe szeretnék Topmastert, egy pár kártyát, és köszönöm, esetleg egy kicsit ritkább kártyákat tudnál küldeni. Persze, természetesen prémium széria. Most van egy pár, úgyhogy mindenféleképpen fognak menni. Vissza neked a dolgok. Akár más sportágakból, nem csak foci, ha szereted, úgyhogy tényleg itt látom, hogy millió forintért vannak bélyegek a borítékon, úgyhogy nem lesz probléma a súllyal se, mert rendesen tele tűzdelted, ugye. Oké, vázboríték oda oldalra, ez szemét. Nézzük meg, hogy akkor mégis miket küldtél. Van meglepi pak, van heritage pak, van még egy meglepi pak. Nincs felszámozva a sima, úgyhogy kezdjünk akkor a Heritage-el, abban egyből durva lesz, és ott is van még hiányzóm. Bár most lehet, hogy be fogom szerezni a kollektorról, mert néztem, hogy amúgy került ki pár izgi egyéni kártya. Heritage Isak, Militao, új, régi Heritage is van, és mindenféle Heritage van. Köszönöm szépen a különleges Heritage pakkot, át fogom nézni majd. Van itt egy ilyen teammates csomag, középen megpróbálom kibontani. És akkor megnézzük ezeket a Heritage, ja, nem is Heritage, ezeket a teammate lapokat, ami ugye ilyen topszos teammate, tehát ezek igazából ilyen kis alapkártyáknak mondhatóak. Csapatos lapok. Ezek között is jó néhány az új szériából. Maximálisan rendben van, köszönöm szépen. Meccsetaxból tervezek jövő héten egy óriási nagy openinget, még nem szeretnék ennél többet elárulni, de egy Display X több darab fog kibontódni. Nagyon-nagyon várom már azt a videót. Olyan durva dolgokra fogunk vadászni, hogy ilyen komoly még nem is volt szerintem a csatornám, mióta megy. Úgyhogy az nagyon-nagyon város majd jövő héten a BL meg a többi liga indulásának az ünnepléseképpen. Köszönöm szépen FIFA 365 kártyák. Majd utána csillogós, továbbra is. Ez most nem FIFA, ez most valami más. Ó, ez nem csak csillogós, ezek kristállapok, de mennyi? Hudson Odoi, Ben Davis, Roy Zapata, Jarmolenko, Van de Beek, McGregor, De Bruyne, Romagnoli, Gomez, Diallo, Delict, Milner, nem lehetett egy levegővel elmondani. Annyi féle kristál, te Jézusom! Azt figyeld! Nagyon brutálisak vagytok. Mik ezek a csomagok, amik jönnek a méldé... Döbbenet. Döbbenet. Teljesen elképesztő, feldurbózod a kollekciómat. Itt meg régebbi retro kártyák, jobb-rosszabb állapotban. Ezek is teljesen királyok, főleg retro albumba, ugye? Nézzük meg a meglepi egyet, de nekem az volt a meglepi. A kristál volt nekem az óriás nagy meglepi. De durva lesz az album lezárás, mennyi kristál lesz benne. Van itt egy Sancho, van itt egy Laferty, illetve egy Bappé Limited. Egyből jönnek a jó kis limitedek, köszönöm szépen. Illetve itt pedig még egy meglepi, ezek XXL Limitednek tűnnek, de aztán majd kiderül. Nem kiskártyák, pedig azt hittem a méretből adódóan, hogy XXL akar lenni. Na nézzük, miről van szó. Van itt nekünk Márez, Roberto Carlos. De szépen néz ki.
Nemzetek Ligája, Neuer, FIFA 365, Next Gen néhány csillogósa. Nagyon köszönöm a legnagyobb meglepetést, azzal adtad, amire nem is volt ráírva, hogy meglepetés. Tök jók, brutális, köszi szépen a pakkot. Jó, hú, nézzünk egy kisebbet most. Ebben vajon mi van? Válasz boríték, az biztos, az fix. Súlykorlát nélküli, legjobb. Össze vannak ragasztózva a kártyák, az nem jó ötlet. Sose jó ötlet. Szia Renátó, Sipos Gergők, másodjára küldök csomat az előző leveledet, köszönöm, nagyon örültem neki. Na, örülök, hogy örültél. Most is küldök neked kártyákat, cserébe FIFA World Cup Neymar Topmastert kérnék. Ha van jó egy kártya, azért ennél többet fog belerakni, remélem, hogy van az az egy, amit kérsz, de mindenféleképpen igyekszem majd jókat küldeni, hát súlykát nélkül a boríték, úgyhogy biztos, hogy nem egy darabot fogok neked visszaküldeni. Jó, leszedjük itt ezeket a cuccokat, hiszen ez az aláírós pakkod, ahogy leszedje a fóliát a kártyáról. Ugyanígy. Na nézzük akkor, miről van szó itt. Jaj, rámegy az ujjamra. Goretzka Limited, mennyi Limited? Top Scrum Darwin Nunez! Azt a mindenit Invincible! Jézusom! Christensen Top Scrum és Darwin Nunez Top Scrumot kell aláírni, te jó ég! Az komoly! Na, az ilyet nem szívesen írom alá, mert nagyon menő lapok ezek ahhoz, hogy én összefirkáljam. Júj! Ez nem fog jól esni a lelkemnek. De jó ég, ennyire ritka és ennyire menő lapokat. Hát ezért az... Na mindegy. Nézzük meg, hogy miket küldtél. Mert itt vannak, amiket te küldtél. Itt is ez a ragasztós módszerrel. Hát annyira nem csípek, mert ezt mondom. Ezért ne ragasszatok kártyára Cenluxot, se semmilyen fóliát. Leszette a festéket. A Trent Alexander-Arnoldról. Ne ragasszátok össze a kártyákat, kérlek. Mert az a világ legnagyobb butasága. De köszönöm szépen egyébként. Csak sajnálom az állapotát ilyenkor. Na, amúgy látszódott, hogy ezek nem rossz állapotú lapok. Egyszerűen csak össze van ragasztózva. Nézzük meg a következőt. Itt nem szedett le fóliát. Főleg a csillogósokról szereti egyébként lekapni a felső réteget. Na nézzük akkor, mik vannak itt, néhány top klasszos. Szoboszlai. Köszi szépen a pakkot. Jöjjön a következő. Ebben vajon miket rejt a küldő. Ott a válaszboríték. Hibátlan. Azt mondja, hogy kell ezt nézni. Szia Renátó, Andris vagyok, kártyákat szeretnék. Update Edition, Messi Topmaster, vajon ez melyik széria? Hát ez a nagy kérdésem, remélem, hogy ez, amit odaírtál, mindenféleképpen mennek vissza neked a cuccok. Úgy, nézzük meg, hogy mit küldtél. Egy pak található meg benne. Azaz, de az milyen pak? Az egy nagyon-nagyon komoly vegyes pak. Nemzetek Ligája matrica mellett új FIFA 365 kártya, Limited Edition, Foden. Nagyon-nagyon durván jó. Köszi szépen. Csúcs. Jön a következő. Ez egy ilyen nehezebb pak, több csomaggal. Úgy is van. Válaszborítékkal. Mi egymással. Azt hiszem, hogy mindent kiszedtem. Nézzük meg a leveledet. Ó, de jó kis foci labda, milyen szép. Kedves Renátó, Máté vagyok, 10 éves, szeretem a videóidat, amikor csak tehetem, megnézem őket, köszönöm szépen. Kedvenc csapatom Barcelona, focistám Robert Lewandowski. Na hát akkor, azelőtt is a kedvenced volt Lewandowski, hogy a Barszába ment, vagy a barszás Lewandowski az új kedvenc, vagy ez hogy működik ilyenkor, erre kíváncsi vagyok. Szerintem még a Bayern Münchent is, akkor biztos szeretted Lewandowskit. Korábban is gyűjtem FIFA-ra, 65, itt leírod szépen, hogy miket gyűjtesz. Most pedig az új 23-at, sok egyforma kártyám van. Igen, nekünk is megesik. Ezért szeretnék neked küldeni. Nem sikerült kigyűjteni az albumokat. Írtam egy hiánylistát, tudsz be küldeni, nagyon örülnek neki. Lehet akkor mindkét borítékba rak... két borítékot küldtél? Így van, jó.
Jó, hát figyelj, mind a kettő súlykát nélküli, akkor szerintem fogsz kapni mindenféleképpen cuccokat jó megpakolva ezekből, hiánylistáról lesz válogatva. Menni fog ez, menni fog ez. Úgyhogy ezt is ögy bele. Ja, meg a hiánylista természetesen. Top class hiánylista, biztos, hogy fogunk tudni válogatni sportkárcán neked. Úristen, hát ez Premier League, ez nagyon durva. Ez menni fog, nem lesz probléma. Úgyhogy ezt belerakom. Jó, oké. Nézzük akkor, aláírós. Vessük meg. Ezt mind alá kell írni. Nézzük meg, hogy milyen kártyákról van szó. Bayern München, egy kis Real Madrid, és egy Barcelona. Jó. Ezt is beleraktam. Ez is alá lesz firkálva. Van itt egy vegyes. Nézzük, hogy a vegyes pakkot pontosan milyen kártyákat rejt. FIFA 365 Premier League, minden. Limitedek is vannak köztük. Nagyon szép, nagyon jó. Következő pak, újabb vegyes. Az újabb vegyesben pedig ugyanúgy FIFA 365, de már az új széria. Nagyon okésnak tűnik ez is. Ez pedig a matrica csillogós. Na nézzük csak, miről van szó. Wow! Mennyi csillogó Messi! Ez a tavalyi 2022-es FIFA 365 matrica. Őrület, és milyen jókat küldtél. Hát Messi csak előre rakjuk, nem? Itt van Angyali Di Maria, oda rakjuk alá Messi. Meglepetés pak, félre rakjuk. Meglepetés pak, félre rakjuk. Ó, top class csillogos. Az jöhet. Az mindig jöhet. Kukkantsuk meg. Ó, micsoda jó top class csillogósok. Remek, remek beszabott kártyák. Nézzük a következőt. Megint csak csillogós. Azt mondja, hogy Premier League. Az is töményen. Uf, brutális. És ezek is remek, remek állapotú kártyák, úgyhogy jár a dicséret. Premier League teammate lapok. Nézzük. Itt miket küldtél. Itt is van sajnos hiányzó Premier League-ba, úgyhogy a Haaland elő lesz véve ez az album is. Köszi szépen. Meglepetés, egyes pakli. Voltosan. Ki tudja, mi van a meglepetésben. Lego Ninjago van a meglepetésben. Ráadásul csillogós Lego Ninjago. Köszönöm szépen ezeket. A jó kis Lego Ninjago kártyák. Meglepetés 2. Van még egy, jutott még egy a pakba. Molfehérvár játékosokból áll a következő meglepi pak. Köszönöm szépen neked a csomagot, amit küldtél. Remek. Nézzük a következőt. Ez egy licites kártya. Itt rajta, hát a figura címe Ausztráliából küldte. Liciten nyertem, igazán speciális lap. Nincs ilyenem. Hasonlóm van, de ilyenem nincs, és nagyon-nagyon kevés pénzén, 1000-pár száz forintért nyertem liciten, nem kellett túl sok emberrel megverekednem, ez a 10 ausztrál dollár, ez már postával együtt, úgyhogy nagyon-nagyon király, sportkártya írja is, tökre-tökre boldog vagyok, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne, több hét után ért ide Ausztráliából, repülőn utazott ez az egyszem kártya, ami benne van, de az olyan kártya, hogy a legjobbak közé megy. Ez nem is kérdés, ez nem is lehet kérdés. Úgyhogy ez nem kerül standre, ez 3 standre is kerülhetne kb. De nem kerül standre, mert saját kártyát, pontosan tudom mi van benne. Ez nektek meglepetés, meg gondoltam, hogy együtt nézzük meg. Úgyhogy ezzel bővítem a prémiumos kollekciómat. Úgyhogy így nem akarom előletek elvenni a standes lehetőségeket, de akkor is durva lesz. Aha, nagyon durván be van csomagolva. Azt figyeld! Aláírt mezdarabos, amerikai focis, ruki kártya. És mekkora mezdarab van. Na és ez tetszett meg nekem nagyon,
hogy minden tud ez alap, amit én szeretnék, és hibátlan állapotban, toploaderben érkezett meg. Igazi prémium kiszolgálást kaptam, pedig tényleg nagyon olcsón sikerült, irreálisan olcsón sikerült hozzájutnom. Mindent tud ez a kártya, amit egy gyűjtő szerethetne. Foci. Hát nem olyan foci, nem. Európai foci, amerikai foci, de focinak foci. És ott van. Tyler. Hát ez Erwin. Gyönyörű. Nagyon szép az aláírás. Számozott. Per 199, 53. Tehát számozott, sorszámozott. Rookie, tehát fiatal, tehetség első lapja. Mezdarabos, tehát. Aláért mezdarabos rookie és számozott. Ennél többet nem kívánhat senki. És még a hátulja is be van védve. Nézzük már meg, hogy mi ez az óriási védelem, amit ezt kapott. Kiszedem, mert szerintem ennél egy kultúráltabb, nem ilyen ragacsos toploaderbe, ami szépbe belerakom. De nagyon durván megerősítette az, aki küldte. Aha, ott is át kell vágni. Keleténél több időt töltünk el ezzel a rendelt lappal, de most már meg akarom tudni, hogy mi a szitu? Miért van ez? Ez nagyon komolyan vette. Oh, kicsúszott. Mindegy. Nem csesztetjük, mert ez be kell kerülni valami sokkal profi védőbe. Ez elég amatőr volt, ahogy én ezt kibontottam. Gyönyörű le. Úr, remélem, hogy nem sarkasztam le túlságosan. Tök jól néz ki. Fantasztikusan jól néz ki. Ezt nem tervezem eladni. Ez tényleg ez az alap, ami nekem úgymond így a legfontosabb, hogy ezek a szempontok, az aláírása, a rookie, a nagy mezdarab, mert ez egy nagy mezdarabnak számít, és a számozás. Ez számomra így minden, ami a kártyagyűjtéssel kapcsolatos. Jó, nézzük már a következő küldeményt szerintem. Lessük meg, ez is egészen nagy. Ejha, régi Panini levél. Ő lesz a válaszboríték. Postakész ajánlott, olyan is van. Bubis. Itt is rengeteg cucc. Jó, ez a kártya nagyon nincsen jó helyen itt, úgyhogy szerintem ide rakjuk a stand-elé, és akkor ott talán nagyobb védelmet kap. Logók, előbb meg akarnám nézni. Válasz boríték, az több mint tökéletes, postakész cuccról van szó. Van itt meglepi pak. Levél. Na, az már fejezetten fontos dolog. Oké, szia kedves FC, milyen szoboszlai is kép. Ez az első levelem feléd. A kártyák csomagolására ráírtam a nyitási sorrendet. Kártyákért, amit küldök, szeretnék cserébe Yu-Gi-Oh! FIFA 365, Levi 11 éves. Jó. Oké, zsoké. Nézzük meg. Nézzük meg a pakkodat. Mi van benne? Van benne régi Panini. Ninja Gaiden kis fóliába, lefűző tasakba. Uha. Bontom, ahogy kiesik, hogy tegyem tönkre a kártyákat. Azt a mindenit. Jó kis Ninja Gaiden, és nem kevés ráadásul, és nem gyengék. Itt az elején ez az Ultra Deep Sea Kai, ez eléggé jó. Vessük már a következőt. Ez egy vegyes FIFA 365 pak. Köszönöm szépen. Nagyon könnyű bontani. Tök jó, hogy így erre figyeltél. Ja, és ha ellázott volna az egész, akkor sem lenne semmi baja. Köszönöm, figyeltél a védelemre. Ó, kis pakkok, logós pak. Köszi, ez nagyon könnyen kezelhető csomag, az ilyet is nagyon szeretem. Super Mario! Á, de király vagy! Nagyon jó, na, ez rendkívül hiányos. A Super Mario albumom, én azt hittem sokkal hamarabb összegyűlik. Nem sok duplát nyitok, meg nem tudom, nem sikerül jókat nyitni, úgyhogy köszi a boostot. Itt is fémdobozos forma egy kártya, sima forma egy kártya. Fortnite, az is van új szériából is. Ott a Legendary Fortnite. Az már azért nem olyan rossz. A Legendary szint. Lego Star Wars. Tök jó, ez a Dooku, ez milyen jól néz ki. Köszi szépen. Nézzük, ez jön. Igen. Én magamnak mondom. Én nagyjából melyik jön. Jó sokat küldtél, és szépen témakörök szerint szét van szedve. Van itt egy 8-as, ez egy vegyes, van ilyen Chipikaos cucc, Among Us-os kártya, Pokémonos kártya, Minecraft,
matrica. Hú, ezt rendesen át kell válogatni, köszönöm. Aláírós pak. Ezeket mindet alá kell írni. Super Mario, foci, Robert Lewandowski, Fragmented Limited Edition, de jól néz ki. Úristen, Todd, nincs meg. De jó lenne, meg lenne. Nagyon jól néz ki, oké. Okay. Ezeket akkor behelyezem, óvatosan, nem dobálózunk. És akkor az megmegy aláírásra. Nézzük akkor a 10-es pakkot. Hogy abban mi van? Néhány Premier League kártya, oké. Okay. Itt is néhány Premier League kártya. Teljesen jó, köszi. Ez pedig itt a Katar cucli. Azt mondja, hogy Katar csillogós. És nem gyenge csillogósok, ahogy látom. Mert hogy a végén már Nagatomo Legend is bekerült. És nagyon szép állapotúak nálad is a kártyák. Ezt fontosnak tartom mindenkinél kiemelni, aki ennyire szép. Tehát ezek gyönyörű, gyönyörű állapotúak. Casemiroból jó sok van. Meccsatax. Nagyon jó látni, amikor ilyen vigyázó tekintetek vannak a kártyák, hogy ennyire figyeltek az állapotra. Itt is tök szép. Köszönöm szépen, további meccsetaxos kártyák. Limited Edition-ök. Lego Ninjago-ból, meg Lego Star Wars-ból, az jön akkor ide. És van itt még egy utolsó pak az alapok közül, hiszen még ott fönt még van egy meglepetés pak, amit még nem bontottunk ki. Nézzük meg. Ez egy Katar sima pak. Köszönöm szépen neked ezt is. Ezt is valahova ide berakjuk. És akkor van itt egy úcsó meglepetés pakli. Sok kis pak után. Az komoly! És elküldted! De jó fej vagy! Azt a mindenit! Limited Edition-ök is ott van, amit mondtam, amit kértél aláírásra. Mintha csak kértem volna. Köszönöm szépen az új Fragment Limited Edition-t a Super Mario-ból. Akanji, Depay, William Carvalho, és ez pedig egy holografikus megoldással ellátott speciális kártya a Fortnite szériából, és ráadásul ez egy epic, ami elég jó besorás, és ráadásul ez régi, tehát még értékesebb series elejéről van. Ez nagyon komoly stand. A Fortnite holót azért azt nem lehet minden egyes csomagból nyitni, illetve eleve, mivel drága a Fortnite kártya, így ezek nagy értéket képviselnek, megérik a standet. Köszönöm szépen, valami olyan pozíciót találjunk neki, ahol láthatjuk is, hogy hát van benne egy pici sérülés, sajnos ott most látom a fénybe, de egyébként meg mindegy is megéri a sztárságot, a csillogást. Megnézem, hogyha kicserélem a Robertsonnal, kap-e olyan fényt, ami megmutatja, nagyon haloványa a fénye egyébként, ilyen furcsán vetül rajta, de így esetleg elváltozik a színe ilyen kékesre. Mindenesetre köszönöm szépen, mert látszik, hogy holó. Nézzük a következő csomagot. Ebben vajon mik lesznek? És még egy Kazri XXL is ugye kikerült középre. Van itt egy vegyes. Van itt egy olyan, hogy szia, futballkárcunk, Bálint vagyok, 10 éves, 12-szer küldtem neked kártyákat, most is küldök neked kártyát. Szeretnék kérni honvédos kártyát. Na, az, látod, nekem sincs. Honvédos kártyám, egy darab sincs. Szeretettel Bálint, a létszés, küldjél pár kártyát. Pár kártyát küldök, honvédos kártyát nem. Nem tudok róla, hogy létezne honvédos kártya, max ilyen dedikáló kártya, de hogy klasszikus focis kártya honvédból, az szerintem az kizárt. Én nem hinném, hogy van ilyen. Meglepi pak, azt mondja, ez nem tudom milyen pak, úgyhogy nézzük meg a nem tudom milyen pakot első körben. Nem volt egyszerű. Ó, matrica. Uh-huh. És mi ráadásul mindenféle szériából, Nemzetek Ligája mellett van benne csomó minden. Ó, látom még ilyen turbo... Mi ez? Ja, turborágos papírok is vannak. I8-as BMW. Jó, figyelj, oké, köszönöm szépen. Ide rakjuk. Vegyes. Nézzük a vegyes pakkodat. Abban mik vannak. Azt mondja, hogy hotpot volt Fradis is. Pokémon Ninjago minden. Road to FIFA World Cup Qatar.
Wow. Bundesliga. Meccsutax extra. Micsoda, jó, nagyon menő kártyák, köszönöm szépen. Nézzük a meglepi pakkot. Ezt is átvágjuk, úgy. S a meglepiben ott van az újabb Fortnite holó, a különleges Bundesliga kártya, a Nikate Limited Edition. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, rózsaszín holó, pastel. Per 25, vagy mi az 25, nem per számozott holó, miket szeretné. Nagyon durván jó. Nagyon-nagyon durván jó. Köszönöm szépen. Fortnite holó, ki? Ki standre? Úgy, nagyon-nagyon komoly. Hát ennek sincsen. Valahogy nem vetül ide a fény, majd valami királylámpát be kell szerezni. Bár ott látszik egyébként, hogy holó. Jó, nézzük akkor. Következő pakkot. Ez se tűnik egy egyszerű, könnyű eresztésnek. Jól nehéz. Érezhetően van benne anyag. Azt mondja, hogy Premier League, Qatar, Matchatax, és egy FIFA 365 Viktortól egy új széria. Írja a hiánylistát. Szia, kedves srácok! Viktor, ők 6 éves. Imádom a videóidat. Mivel nagyon szeretem gyűjteni focis kártyákat, tök jó. Ez az első alkalom, hogy küldök neked kártyákat. Remélem tetszenek, biztos vagyok benne, tök korrektű becsomagoltad. Szeretnék kérni tett pár kártyát, amik hiányoznak abban belül, köszönöm. Jó. Hiánylista másik oldalon, teljesen rendben van. Szerintem mást is fogok még küldeni ezeken kívül is. Köszi szépen, hogy küldtél. Remek. Kíváncsi leszek kártyákra, hogy mégis milyenek. Milyen állapotúak? Nézzük meg egyből az új szériát, úgyis ez pörög most, ez a nagyon aktuális. Ó! Premium Limited Edition, és nagyon szép állapotúak a kártyák. Jó, mondjuk ez most jelent meg, de akkor is szép állapotú. Ez mindenféleképpen egy pozitívum volt ott, Molfejérvár. Köszönöm szépen neked a pakot, ez igazán nagyot segít az albumon. A Premium Limited-et azért azt csak kiemelném oda középre. Van itt egy Matchatax pakkocska is. Ha hiányzom! Az utolsó hiányzom! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! De király! Robert Lewandowski Black Edge Edition kártya. Gyönyörű szép állapotban az utolsó hiányzó Black-em. Ezzel tetted 100%-ossá az albumomat szerintem. Még azt a Heritage-et azt szerintem majd beszerzem, mint egyéni kártya, de ez... Gyönyörű, köszönöm szépen neked az utolsó Black Lap, és ráadásul itt még rengeteg nagyon-nagyon finom kártyát küldtél, amiknek ugyanúgy meg lesz a helye. Nagyon szépen köszi. Katar. Durva, hogy miket küldesz itt. Átvágjuk ezeket a kis celluxokat. Könnyen bontatóvá váljon a csomag. Nézzük, hogy itt mik vannak, mert látom, hogy itt se gyenge kártyák lesznek. Bizony, hogy bizony. Diogo Jota, rukik, legendák, mindenféle is. Jó pár alaptípusú teammate kártya. Köszönöm szépen a nagy pakkot. Premier League. Abból is iszonyat mennyiség. Elképesztő ez is. Nagyon durván jó. Köszönöm szépen a pakkodat. Hát ez nem is kellett itt sokat teketóriázni, egyből a legdurvábbak ott jöttek. Köszönöm szépen, durva csomag volt. Oké, jöjjön a következő kissé karácsonyi hangulatú levél, karácsonyi cellux. Oha, micsoda, visszazár, ennyi? Ha nem az egy kevés, hanem hogy nehogy benne adjak valamit. Oké, visszazárható cuccba van. Nagyon jó, ez is ugye elsőtől védett dolog, fontos, most elég rossz idők vannak. Bár inkább hideg, mint hogy esős. Focis matrica. Retropack, Matchatax, FIFA 365, matrica, Premier League, meglepi, az nagyon menő. Ez nagyon tűz, de jól néz ki. És van picibe is. Gergő. Na mutasd.
Gergő vagyok, első osztály, és ősz óta gyűjtöm a kártyákat. Nagyon jól teszed, tök jó hobbi. Nagyon szeretem a focit és a videóidat, köszi szépen. Most küldök először kártyát, tök jó. Remélem lesz, ami tetszik, biztos. Küldök egy kis meglepít, tudsz, akkor szeretnék kéne egy Topmaster, Ronaldót, Benzemát szereted. Nem gyűlt ki a Katar focis abom, néhány kártyát abba a szériába is örülnék, és ha tudsz küldeni magyar focistákra egy kártyát, jó lenne. Köszi szépen, szia Gergő, oké. Te hiánylistád. Abba is fogok adni, hogyha tudok, de természetesen más szériákból is mennek majd a cuccok neked. Jó. Nézzük akkor, kezdjük a Premier League-gel. Abban mi van? Néhány király Premier League-es kártya. Teljesen jó. Matrica. Milyen matrica ez? Aha. Ez valami spáros matrica. Halas. Köszi szépen. FIFA 365. Az új széria. Az új széria. Elég jó. Matchatax. Kódos kártya. Abból is van néhány. Illetve néhány menőbb régebbi, újabb Matchatax. Robert Mack is ott volt a végén. Retro pack. Oké. Ó, jó kis retro kártyák. Köszi. Meglepi pack. És ott a limited a meglepi packban. Még több limited, új Rising Star, ott is egy kis limit. Ú, de jól néz ki ez a James Rodriguez, nagyon rendben van, köszi szépen, jó cuccokat. Nézzük már a következőt, ez egy ismételten egy ilyen giganagy csomag. Brutális, hogy miket küldtök, milyen túlméretezett pakkok ezek. Jesszus, atya úristen. Óriási hiánylista. Panini sticker album. Jesszus, hát erről aztán fogok tudni adni. Kedves Renátó. Felborult a stand? Kedves Renátó, üdvözlünk mindenkit. Ahogy megbeszéltük, küldünk neked Maxi. FIFA World Cup Qatar. Ó, ti gyűjtitek együtt. Ugye? Apa fia? Veronika Maxi? Győrből? Akkor mégse a profi? Nem mindegy. Oké. Ahogy megbeszéltünk, neked lehet félrement itt valami. FIFA World Cup Qatar 2022-es dupla kártyáinkat, maticáinkat. Aha. Kártyák szemszín sorban. Köszi szépen. Köszi, hogy sorban rendeztétek. Ez iszonyatosan sok időt megspórol, amikor berakom a albumba. Külön táblázatba rendeztük a hiányzóiak. Jó. Figyeljetek, hiánylista, tök oké. Ebben tudná... miközben tudna járni, gyarapítjuk gyűjteményünket, nagyon boldog lennénk, mindenféleképpen fogok nektek küldeni hiányzókat, köszönjük neked minden általad, Maxi megismert a csapatokat, játékosokat, nemzeteket, nagyon szuper, nagyon sokat tanultam műsoraidból, köszönöm szépen, Maxi anyukája, aha, na azért mondom, hogy ott volt valami keveredés a fejembe, találsz német matricákat, onnan is gyűjtöttük, nagyon jó, Győrből, ha még szoktam is arra járni. Itt pedig egy kis rajz. Köszönöm szépen. És ott pedig egy óriási válaszboríték. Egy nagyon-nagyon szép bélyeggel. De jól néz ki. Rengeteg pénzt ér, úgyhogy már a bélyeg, hogy garantálja a visszaküldés sikerét. Jó, oké. Mennek vissza majd a cuccok akkor a hiánylistátokról. Ja, azt meg illendőség lenne belerakni a hiánylistát, úgyhogy ez se... felejtődjön el, mert így fogom tudni visszaküldeni nektek a megfelelő cuccokat, amiket szeretnétek. Úgy. Na nézzük akkor most, hogy mégis mik jöttek. Itt látom, hogy külföldi szériás matrica, meg itthoni szériás matrica is van. Nagyon jó. Nem akarom kiszórni, mert látom, hogy szép állapotúak alapvetően a dolgok. És a világért nem akarnám tönkre tenni. De jó ez az acskós technológia. Ezekben a zord időkben. Jó, na nézzük, talán nem kutyultunk itt össze annyira semmit. Oké, fel vannak számozva a dolgok. Kezdjük az egyessel. Azt a mindenit mennyi matrica. Ezt nem is szedném szét. Én ezt nem szedem szét, nem is szedek ki belőle, mert ezt így ezzel a pakkal, meg a többivel leülök, és átnézem albumban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Óriási segítség, hogy esetlegesen be tudjak nektek mutatni egy 100%-os albumot, és a kékeknek is nagyon örülünk, mert azt meg kemény táblásba igyekszünk gyűjteni.
sportkárt Sangreve. Úgy csináljuk, hogy ami neki, ő bont, ugye ilyen narancs, magyar verziós, ezt nekem adja, én meg a kéket neki adom, mert neki meg kemény táblás albumon, és így közösen ki tudunk hozni 200%-os albumot, amihez nagyon-nagyon közel járunk egyébként. Az óriási öröm lenne számunkra, úgyhogy mind a kettőnknek ezzel óriási, gigantikus boostot adtatok, mert ezt rendesen át kell néznünk, és valószínűleg csomót be fogunk tudni ragasztani. Hihetetlen a mennyiség, és ráadásul nem csak hogy a kéket, még a sárgát, mindegyiket berendeztétek számok, csapatok szerint. Köszönöm szépen! Premier League. Nézzük meg! Ezekben is iszonyatosan jó kártyák vannak, és még egy kis top class is került a végére, mert miért ne? És itt számok szerint vannak a Katar kártyák is, 1-től 99-ig, valamiből ugye több is. Hát itt az összes cserétek elküldtétek, ezek is sorszám szerint szépen elrendezve. Nagyon-nagyon pontos, nem precíz a megoldás. Nagyon minőségi. És itt is még több matrica. Még több logó, csapatkép, stadion matrica, de mint az állat annyi. Brutális. Itt is néhány kártya. Nem keverem össze, látom, hogy itt szépen ide van rakó, úgyhogy ezt csak mögé pakolom, és majd akkor ennek megadom a módját, hogy ezt hogyan érdemes majd átnézni. Elképesztő. Okés. És itt is még ezek meg már csillogósak, és a végén, ha jól látom, a végén limited edition kártya, 4 Messi, meg 5 Lewandowski, meg coin kártya, na ezekből nektek is jut. Wow, nagyon szépen köszönöm. Meg a csatorna nevében, mert látom a duplának a duplája is ott van, tehát 4 dupla, azokból valószínűleg ugye ti is fogtok kapni, mint nézők. Köszönöm szépen nektek ezt a pakkot. Elmövetek durván jó. Nézzük a következőt, hogy ebben mi van. Mert hogy van benne minden, válaszboríték, csomag 1, csomag 3, csomag 2, meglepi csomag, mindenféle csomag. Nézzük! Hello, futballkárcun! Kedves Renátó, Fehér Bence, 10 éves, már 7 egyszer küldtem neked kártyát. Szeretnék kérni World Cup-os Legend Messi kártyát, Ronaldo-t, autogramot tőlem. Na, az menni fog. De a többit is igyekszem elintézni, meglátjuk, hogy van-e belőle. Nézzük is, hogy miket küldte, a meglepi az oké. Okay. Itt a csomag 1. Kezdjük a csomag 1-el. Ó, már a csomag egy is ilyen. Most véletlenül meglepibe bontottam bele? Bappé Top Master, meg ilyenek. Jézus Maris. Mik ezek? Gianluigi Donnarumma Gold Limited Edition. Magamhoz nem térek. Miket küldtés? Nem is a meglepi. Mi lesz a meglepibe? Azt a mindenit. Oké, nézzük a következőt. Az is ilyen durva. Nem elvárás, csak kicsit most tényleg meg vagyok lepődni. Oké. Okay. Messi kettén. Vannak itt jók, idei, meg tavalyi szériából. Top snatchatok. Oké. Okay. Jöjjön a következő. Ebben is egy csomag 3 nevezetű csomag. Oké. Okay. Ó, az új Bundesliga. Tudtam, hogy megéri albumot venni a Bundesligához. De jó, köszönöm. Nagyon-nagyon szép kártyák, köszi szépen. Hát ezért maximálisan megérte albumot venni. És még egy multipakkom is van, tehát azt is meg fogjuk majd nézni. Itt a valós meglepi, az igazi meglepi. Bár az első csomag is felért vele. Nézzük meg, hogy ebben mi van. Ó, kis védőbe. Nagyon professzionális. Ó, ho, ho, na! Legend! Karácsonyi kártyák. Game Changer. João Felix Black. A szép. A szép. Köszönöm szépen. Ez nagyon meglepte ezekkel a karácsonyiakkal. Ez nem valami update múlt is, vagy adventi kalendáriumos volt? Köszönöm szépen neked. Nézzük a következőt. Ebbe. Egészen pontosan mik is vannak. Válaszboríték hibátlan, levél és egy kis pak.
Nézzük a levelet. Kedves futballkárcunk, Krisztián vagyok. Negyedik, ha, mi? Négy, hatodjára küldök. 46-odjára küldök? Na mindegy. Lapokért cserébe egy Ederson topkeepert szeretnél, amiket most küldök, egy sincs meg cseréből. Topkeeper mindenféle Ederson lapot. Igen, elő is köszönöm, tudsz adni. Válasz boríték, majd ezt valamivel meg tudod jelölni, mert másikat haverom nevében küldöm. Jó. Oké. Szuper, ez megy bele. Nézzük akkor a pakkodat. Óha, új FIFA 365 széria. Nagyon ki... Ó, Limited Edition, Dárdai Palkó. Köszi szépen. Óriási, nem volt meg. Köszönöm neked a kis pakkot, annál értékesebb. Nézzük a következőt. Ebben ilyen kis fóliázott cuccok vannak, ez Dani küldhette, mert ő szokott levélni, ő nem ír szerelmes levelet. Cserébe küld egy zöld paralel kártyát. Diogo Jota. Nagyon-nagyon szép állapotú, köszönöm szépen neked. És matricák is vannak itt. Azok is gyönyörűek. Azt a mindenit. Bajnokok ligája. Új széria. Fejjel lefelé is jól néz ki. 2012-es matrica. Köszönöm szépen neked, hát albumba megy. Albumba megy. És az új FIFA 365. Az új FIFA 365, ez is remek. Ott is van mindenféle csapatból mindenféle. Kártya. Hát, hibátlan. Köszi szépen neked. Óriási. Ezeket nagyon-nagyon serényen berakom majd albumokba. Nézzük a következő. Azokban mi lesz. Úgy. Egy pak. Azaz. Azt mondja, hogy bocsi a csomagolásért, de sajna egyszer elázott a küldeményünk. Júj. Nem baj. Ajándék. Pakkok. Létszi aláírni. Levél, válaszboríték. Nézzük a levelet. Szia Renato, 9 éves. Ismét apukám segítségével harmadik levelemet írod. Mindig örömmel nézzük a tévében a Méldé videót. Ó, köszönöm szépen. És a sportkártya vívott kártyacsatákat. Köszönjük szépen, tök jó, nagyon jó fejek vagytok. Azt mondja, hogy mi is csatákat vívunk. Nagyon-nagyon jól teszitek, tök jó dolog egyébként. Lehet nyomatni a kártyákkal. Küldenénk egy pár lapot, amit fogja szeretettek. Köszönöm szépen, cserébe tudsz Katar szériás lapot küld. Légy szíves, bármit szívesen fogunk, hisz nem csalódtunk az előtti válasz küldeményeitől. Nagyon örülök, hogy tetszettek. Nagyon szuper lapok, meglepi matricákat szoktunk küldeni. Őszintre öngód. Áron, oké, itt a kockás papír egy kicsit így vibrál a szemem. De köszönöm szépen, tök jó. Jó nagy a válaszboríték, hát ebbe azért bőségesen fér majd dolog. Úgyhogy menni fog majd vissza. Aláírósat is berakom, mert azt meg akkor aláírom. Kérdés nélkül. Úgy. És akkor még ezt is. Maximális biztonság. Eden Hazard. Ja, amúgy a zöld paralel szerintem. Megérhette volna a standet, nem? Most ott a zöld paralel, mégiscsak egy paralel. Utólagosan, Daniel kártyát kihelyezzük standre. Aztán majd, ha lesz nála jobb, lekerül, de egyenlőre szerintem egy zöld paralel, az megérdemli fel, hogy 26-dik, tehát az még jónak is mondható. Na, térjünk vissza, ajándék, csak most jutott eszembe a ti kártyátokról. Nézzük is, hú! Szalai Ádám, Game Changer, 2 darab, Limited Edition, ott is mennyi minden jóság. És ezek az újságosnak kapható recés cuccok, amiket osztogattak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a pakkot. Új FIFA 365 lesz ebbe, esetleg más. Valami más, matrica, kristálykártya. Már ott be is temetődött a többi kristál, pedig ott azért van felhozata, Sallai Roli a végére. Köszönöm szépen, de rakjuk a torony tetejére, és mégis
Itt van még egy kis pakkapakban cucc. Ez pedig Ninjago Heritage Limited Edition, Limited Edition, és mi egymás. Köszönöm szépen! Óriásiak vagytok. Ezek jó kis dolgok. Minden megvolt? Jó. Nézzük akkor a következő küldeményt. Kettő van hátra. Úgy. Ó, Harry Potter matrica, valami limited cucc. Ez micsoda? Aláírni, Máté. Na nézzük. CFCH, Roli, vörös kártya. Vörös kártya vagyok. Ötödik küldeményed. Így is van, ismerős is voltál. Misi, elküldök. És akkor itt írod, hogy miket küldjek, miket írjak alá. Köszönjük, és az előző küldeményből Máté, nagyon szépen köszönjük a kártyákat. Örülök, hogy sikerült elosztani. Ilyenkor, amikor többen küldtök, mindig bízom benne, hogy azért nagyjából el tudjátok osztani, és nem lesz balhé a vége. De akkor örülök, ha ez sikerült így megoldani. Nézzük, hogy miket küldtél. Mr. Vörös kártya. Azt mondja, hogy itt a Katar. Néhány lap. Majd utána ez pedig Máté pakja. Köszi akkor Máténak. Kettő csúcskártya. Majd utána ez pedig Misi pakja. Húzz szét. Úgy lesz. Á, ja, a Cellux fogta. Tökéletes. Ott is. Ó, pár lapocska. Remek, remek. Ide rakjuk őket, toronyra. Ezek pedig matricás, hogy kell kibontani? Ja, matricás megoldások. Azon belül is van Harry Potter, illetve a VB matrica. Harry Pottert picit külön raknám ide. De ezek a VB-sek, ezek mindenképpen átnézősek, izgalmasak lesznek. Úgyhogy ezt ide rakjuk a VB-s részleghez. Limited Edition kártyák, ráadásul nem is kevés. Ezek meg jönnek ide. Köszönöm szépen, kifejezetten durván jó lapokat küldtetek ti is. Volt néhány extrém jó közte, a limitedek azok mindenféleképpen, a matricák is. Nézzük az utolsó küldeményt. Jaj. Mi esik itt szét? Mik ezek? Te jó ég. Még hullik ki belőle a cucc. Levél, hát a többet megtudunk, miért esik szét az egész. Azt a mindenit. Kedves Ráto, ez a harmadik levél, amit neked küldünk. Mostában megint nagyon sok videót nézek tőled, nagyon jól teszed. Küldöm a levelet, próbáltam ritkább dolgokat küldeni, többé-kevésbé sikerült, mindjárt megnézzük. Az elsőt, amit a legritkábbnak mondaik, az Dragon Ball GT Series 2 lapja, amelyeket a Panini gyártott a 2000-es évek elején, elvileg 2004 körül. Köszönöm szépen, a második kártya kutyatár. Ja, mi a kutyatár? Ez valami Coop-nál volt, aha. Promóció széria 14-ből, aha, nem is találtam eladót, érdekes, nem is hallottam róla egyébként. A harmadik egyben utolsó különleges csomag, igen, ezekből nem sok kártya, de próbáltam jobbakat küldeni. E-mailben beszéltünk Stranger Things matricákról, így van, meg is vagy, félre is van téve neked, ezeket szeretném kérni. Stranger Things dupláimat kérted el, teljesen nyilvánvaló, senki más nem kért ilyet, senki más nem gyűjti Magyarországon, kb. Csak te meg én. Jó, remélem azért többen is gyűjtjük, de megy neked a dupla. Ugye a végére lenne pár kérdésem. Tervezel bevizsgáltatni kártyát, matricát? Igen, milyen cégnél, miért? PSA-nál csak. Másik cégeknél olvastam csoportokban. Nagyon-nagyon rossz a vélemény róluk. Volt több céggel is ilyen, hát ilyen bevizsgáltatós dolog, és óriási csalódások vannak. PSA lenne az első számú, de nem tudom, hogy más Beckett esetleg, vagy más cégeknél, még a Beckettre azt mondják, hogy egész jó, de csomó cégnél vagy hónapokat kell, nagyon-nagyon sok időt kell várni a bevizsgáltatásért, vagy nem jó a bevizsgáltatás, mert sarkas kártyára, vagy rossz állapotú kártya, és rányomják a 10-est, vagy a 9-est, és a PSA az nagyon-nagyon szigorú, egész világon ismert, eladható, és megvan az a plusz, amit egy PSA bevizsgált kártya
jelent a mai világban, úgyhogy max náluk szerintem, de nem tudom, mert nagyon drága. Tervezem, de még nincs semmi konkrétum. Hogyan tudod ekkora lelkesedéssel csinálni videózást is, ennyi idő után is? Nézz szét! Így tudom, ilyen lelkesedéssel, hogy miket küldtök, nem lehet nem lelkesen csinálni ezt. Óriási. Meg azt, hogy most ültünk irodába, hogy összefoghattam sportkártyára egy másik videóssal, hát kis műhelyből, meg a szobámból kezdtem az egészet. Elképesztő, ahová el tudjátok juttatni az embert, mert amúgy biztos, hogy nem tudtam volna saját fizetésemből itt bérelni még egy olyan, nem tudom, egy lyukat se a föld szélén, a pusztában, nemhogy egy irodát, szóval ez nektek köszönhető. Ez a minimum, hogy lelkes vagyok. Köszönöm előre is a válaszod, én azt hiszem, hogy ezeket meg is válaszoltam. Nézzük akkor, hogy amúgy miket küldtél, mert mondtad itt, hogy milyen izgalmas dolgok vannak. Matricák, de jól néz ki. Néhány, ez micsoda? Karácsonyi matrica, lovas matrica. Ez mi? Mobile Fox matrica. Wow. Pokémon kártya, BL matrica. Nézzük a Pokémont, meg ez mi? Magic? Nem. Flesh and Blood. Wow. Mindenféle szériában, hát ezeket át kell nézni, hogy van-e hozzá albumom. Van Harry Potter, meg Harry Potter, meg Pokémon, meg Harry Potter. Jó, oké, átnézem, az lesz a legegyszerűbb. Ez pedig a Kutyatár című kiadvány. Ez meg albumot kéne szerezni, de hát mondtad ugye, hogy roppant nehéz. Ez pedig a Dragon Ball GT Series. Ebből van új Dragon Ball, meg One Piece is jött ki új Franciaországba, bár stickerponton is látszódott. Átlátszó kártya! Jeez, de menő! És Panini, furra a Panini! 1999. Te jó ég, és átlátszó a kártya. Most miért nem csinál ilyet a Panini? Mire várnak? Miért nem csinálják ennyire menő szériát, amin átlátszik a cucc? Ez brutális. Azt a mindenit. Nagyon, nagyon komolyan néz ki, köszönöm szépen. Hát hol az utolsó stand? 1999-ben Dragon Ball-os átlátszó Panini kártya, átlátszik a stand mögötte. Hát ez mennyire jó. Csillogósok. Puhat okozva, matrica, ez is milyen széria, Soy Luna széria. Nagyon durván jó, meccsetaxos cuccok. Itt még sok mindenféle matrica. Nagyon szépen köszönöm, ezeket összeszedem, hogy lássam egybe, hogy mégis miről van szó. Ide alulra legyűjtöm. Köszönöm szépen neked ezt a küldeményt. Igazán menő dolgok voltak benne. Főleg az a Dragon Ball széria, az messze kiemelkedik. Micsoda küldés volt ez. Srácok, fiúk, lányok, nagyon szépen köszönöm ezt az órás méldét, ez egy remek szórakozás volt. Az összes stand elment, jobb, rosszabb kártyákkal, de végül is szerintem mindegyik megérdemli, hogy ott legyen, hiszen kettő Fortnite holó, ott a Robertson, ott a Diogo Jota paralel, illetve ez az átlátszó Dragon Ball Panini kártya. Itt vannak a tornyok, azok is brutálisak, matricás tornyok hátul, és ott van az új mezdarabos rookie számozott aláírt kártyám, itt pedig mindenféle izgalom, amit ti küldtetek, és én nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk egy következő videóban, addig is jók legyetek, sziasztok!